Jó reggelt kívánok 2022. június 23-án, csütörtökön. Kegyelem nekünk és békesség. Istentől, a mi mennyei atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, megköszönjük neked, hogy te magad vagy a szeretet. Hogy te előbb szerettél bennünket, és az igazi szeretet kiűzi a félelmet. Köszönjük, hogy nem kell félnünk és rettegnünk, sem a múlt árnyaitól, sem a jövőtől, amit nem ismerünk, sem a mai naptól, ami éppen adatott és kezünkben van. Köszönjük ennek a mai napnak is a lehetőségeit, áldásait. Köszönjük azt, hogy te gyógyító Isten vagy, és meghallgatod az imádságokat. Urunk, kérünk, te adj gyógyulást mindazoknak, akik ezt tőled várják, még ha ez egy hosszabb folyamat is, és nem egyik napról a másikra történik is meg. Addurunk, hogy ne adjuk fel a beléd vetett reménységünket, bizalmunkat, újíts meg minket napról napra, ahogyan eddig is tetted, és hogyha kedves te előtted, akkor most is te magad magyarázd meg nekünk a te igédet, úgyhogy azt ne csak megértsük, hanem meg is tudjuk élni. Szent Lélek Isten, kérünk, légy közöttünk, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. A mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszt olvasom, a János első levele, negyedik részéből a hetedik verstől a 21. verssel bezárólag a következőképpen. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Isten soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk, és mi láttuk, és bizonyságot teszünk arról, hogy az atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban megmarad Isten, ő pedig Istenben. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szereteti Istent sem, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Eddig a felolvasott igeszakasz. Kedves testvéreim, János apostol, a szeretet apostola, így is szokták hívni. Ő a szeretett tanítvány, amikor a különböző evangéliumokat olvassuk, és valóban a központi üzenete, a kedvenc témája Jánosnak a szeretet. Ez a szeretet nem a testi vonzódás, nem a másik ember iránt érzett ember szeretet, hanem az Istentől jövő szeretet, amelyet agapéval fejez ki ez a görög megfelelője. De mi is a szeretet? Hogyan tudnánk megfogalmazni, hogy mi az a szeretet? A magyar nyelv értelmező szótára a következőt mondja. A szeretet kapcsán. Valamely személy, dolog, vonzó tulajdonságainak felismeréséből, vagy természetes kapcsolatokból eredő érzés, amely ragaszkodásban, gyöngétségben, a másik javának őszinte kívánásában és a saját érdekeinek a másikéval való azonosításában, illetve neki való alárendelésében nyilvánul meg. Ennek külső kifejezése főleg féltő gyöngétség, gondosság. Valaminek előnyben való részesítése, kedvelése,
Öröm a vele való foglalkozásban, a szeret igével kifejezett érzés. Talán így jobban megértjük, hogy a szeretet az nem valamiféle elvont fogalom. Amikor János megírja ezt a levelet, akkor a gnosztikusok ellen kell harcolnia. Ők azok, akik azt állítják, hogy minél több tudás felhalmozásával egyre közelebb lehet kerülni Istenhez, és tulajdonképpen az elméletet tartják a legfontosabbnak, hiszen minden igazából csak lelki, az számít. A testi az nem fontos, ezért a testtel mindegy, hogy mit csinálunk, bármit el lehet vele követni, bármit meg lehet tenni, a lényeg úgyis a lelki dolgokon van. Ez aztán eredményez olyan kicsapongó, Isten előtt nem kedves életmódot, amely egyértelműen megmutatja, hogy mennyire álságos a gnoszticizmus tanítása, és hogy mennyire jelen van a mai világban, és ezt nem kell jobban ecsetelni, mint hogy a gnózis, a tudás, hogy is van angolul? Science, tudomány. A szcientológiai egyház ugyanazt csinálja, mint a gnoszticizmus 2000 évvel ezelőtt. Azt gondolom, az egyik legfontosabb dolog, hogy elméleti szeretet nem létezik. Elméleti szeretet nem létezik. Csak olyan szeretet létezik, ami megélésre került. Az nem létezik, hogy valaki csak elméletben, csak gondolatban szereti a fele barátját, vagy éppen Istent. Ha az nem mutatkozik meg cselekedetekben, hozzáállásban, magaviseletben, akkor nem ér semmit. Elméleti szeretet nem létezik. A gyakorlati megvalósításon van sokkal inkább a hangsúly, és hogy ez mennyire így van, az bizonyítja is nekünk maga Isten, hogy mennyire szeret minket. Azt olvassuk, hogy ő előbb szeretett minket. Mit jelent ez? Hogy elküldte az Úr Jézus Krisztust. Korábban, mint ahogy te vagy én megszülettünk, azért küldte el, hogy ne kelljen a pokolra mennünk a bűneink miatt. Mi még nem is ismertük, nem is tudtunk róla. Esetleg Isten gondolataiban voltunk csak meg, de ő már elkészítette előre a szeretetet, hogy azáltal Jézus Krisztusban bűnbocsánatunk legyen. Ezért nem kell félelemmel tekintenünk a jövőbe se, vagy éppen Istenre sem. Mert amit megvallottunk neki bűnöket, azokat ő teljesen megbocsátja és eltörli. Nem emlékezik többé róla. Az igazi szeretetben nincs félelem, nem kell félni. Az utolsó ítélettől sem. Miért? Mert tudom, hogy Isten szeret, és én megszeretem őt. Átadtam neki mindent, a kezébe tettem mindent, és ennek van következménye itt a földi életben, a többi emberrel való kapcsolatom tekintetében is. Én nem szeretem összekeverni a dolgokat, és megmondom őszintén, tőlem távol áll az, hogy Jézust a szerelmemnek tartsam, mert ez egy foglalt kifejezés valami teljesen másra. Azt gondolom, semmit és senkit nem szerethetünk jobban, mint Istent, mint Jézus Krisztust, mint a Szent Lelket. Vannak ugyanakkor a földi életben olyan dolgok, amiket szeretünk, vagy akit szeretünk. A mai napon, akit szeretsz, a férjedet, feleségedet, gyermekeidet, biztosítsd a te szeretetedről. Mutasd ki neki, hogy ő a legfontosabb a számodra, és nem csak szóval, hanem cselekedettel. Amikor erről beszélünk, hogy Isten a szeretet, akkor egy dolgot azért nem árt, ha megjegyzünk. Itt van benne a Bibliában legtöbbször ezt, hogy Isten a szeretet. A szeretet viszont soha nem lehet Istenné. Isten a szeretet, de a szeretet nem Isten. Ne istenítse senki. De legyünk tisztában vele, hogy ő mit vár tőlünk, és ezt hogyan adhatjuk tovább. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, szeretnénk jól szeretni. Jól szeretni téged is, jól szeretni fele barátainkat. Taníts minket szeretni, hogy a másik ember ezt megérezze, de félre ne értse. Ugyanakkor, hogy tudjuk jól szeretni azokat, akik legközelebb állnak hozzánk. Őket bántjuk meg a leghamarabb, amikor otthon nem kell megjátszani magunkat, nem kell tetszelegni senkinek. Őket szeretjük a legjobban, és mégis legkevésbé talán feléjük mutatjuk ezt ki. Köszönjük, hogy te előbb szerettél bennünket,
és a bűneinkre bocsánatot kínálsz. Köszönjük, hogy lehet megjobbítani az életünket. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, aki által mindent, ami nem kedves te előtted, el tudsz törölni, és megajándékozol már itt a földön mennyei ajándékaiddal. Kérünk Istenünk, hogy ezen a mai napon is te légy velünk. Mutass utat, adj erőt, hadd tudjunk meríteni a te szeretetedből, és továbbadni másoknak, mert ez egy olyan kút, amiből minél többet merítünk, annál több van benne. Köszönjük, Urunk, hogy túlcsordul a te szereteted irántunk is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Krisztus Jézust. Amen. Áldott napot mindenkinek!